Elkapkodják a kristály cukrokat az üzletekből, felvásárlási láz tört ki az elmúlt hónapokban. A kormányzat ástop intézkedései szerint 2021 őszén 6, köztük a cukor, idén novemberben pedig 2 termékre, a burgonyára és a tojásra vezetett be árkorlátozást. A vásárlókat ez még inkább arra készteti, hogy megnézzék, mit, hol, mennyiért tudnak megvásárolni. Van, aki sportot űz belőle, hogy minden reggel elindul, végigjárja a boltokat, és mindenhol vesz egy-egy kiló cukrot, és tehát az a probléma, hogy ezek az emberek felvásárolják azok elől, az emberek elől, akik esetleg nem érnek erre rá, és szerencsétlen meg porcukorral iszza a kávéját, mert nincs otthon cukra, és nem kap sehol sem cukrot. Ebben a kis üzletben szinte minden ástoppos termék kapható. A kereskedő szerint nem csak náluk, hanem máshol is a cukor iránt a legnagyobb a kereslet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos ástoppos termékek tekintetében kicsit ilyen hisztérikus állapotok alakultak ki, főként a cukorra érteném mindenképpen ezt a hisztériát, mert hogy nagyon nagy veszteséget termelünk egy-egy kiló cukor eladásán. Az olajnál nem tapasztaltunk ilyenfajta problémát, mindenki megveszi azt az 1-2 liter olajat, nyilván ezt is maximalizáltuk napi 1 liter per vevőben, de az olajnál olyan nagy veszteséget nem, inkább azt mondanám, hogy majd, hogy nem önköltségi áron áruljuk az olajat, de nyilván az olaj ára is jelentősen fölment a 2021. október 15-i beszerzési árakhoz képest. Tejből árultok el 2,8%-os UHT-t, amire vonatkozik az ástop? Természetesen árusítunk ilyen tejet is. Azt tapasztaljuk, hogy ezt is nagyobb mennyiségben szeretnénk megvásárolni a vásárlók, mivel egyes boltokban ezt is drasztikusan korlátozták, nem lehet kapni esetleg csak 1-2 darabot, és maximálva van, és aki nagyobb mennyiségben vásárol, annak problémát jelent ennek a beszerzése. Burgonyát és tojást is árusítunk, a tojásra már vezettünk be korlátozást, bár ezt jelen pillanatban még nem tapasztaltuk, hogy itt valamilyen felvásárlási láz kezdődött volna, főként azért is, mivel hogy ennek ugye a szavatossági ideje is van, burgonyából pedig szintén nem tapasztaltunk felvásárlást. Úgy gondoljuk, hogy elsősorban ezt majd a termelőktől, illetve a piacokról fogják megvásárolni az emberek nagyobb mennyiségben. Mennyiért adjátok a burgonyát, illetve mennyiért a tojást most is, mondjuk mennyiért adtátok egy éve? 380 forintért adunk egy kiló burgonyát, de már hónapok óta ennyi a burgonya. Mivel magyar burgonya nincs, csak holland mosott burgonyát tudunk elsősorban beszerezni. A tojást pedig 105 forintért adjuk, de ez nagyon olcsónak minősül, mivel a vevők elmondása szerint más üzletekben már 150 forintnál is drágában lehetett kapni egy tojást. A Lisztnél sem érzékelnek felvásárlási lázat a kisboltban. A veszteségük e tekintetben nem számottevőek. Itt a szokásos életvitelhez való mennyiséget veszik meg az emberek. Sokan nem tudják azonban, milyen árakhoz kell viszonyítani az ástoppot, mihez képest kell, milyen áron adni a terméket. Figyelitek egymás árait a kereskedőkkel? Figyeljük, de az ástoppos termékeknél nem tudunk semmit sem tenni, mert ott egy meghatározott időpont, egy 2021. október 15-ös időpont van, tehát mindenkinek dokumentálnia kellett, hogy akkor milyen áron árult a termékeit. Annyit tud esetleg tenni, hogy vagy kevesebbet árul belőle, vagy nem árul, vagy valamit csinál vele, hogy ne termelje a veszteségét. Az ástoppos intézkedések közzé november 10-től került be a tojás és az étkezési burgonya. Ezek a termékek pedig a 2022. szeptember 30-án érvényes, akkor nem akciósnak számított áron adhatóak. Az ástopp egyelőre ez év december 31-ig lesz érvényben. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem, veszek ástoppos terméket mindenféleképpen. Inkább megnézem én is azért az árakat valamilyen szinten, hogy hol olcsóbb, de kevesebbet járok boltba. Ennyiben változott legtöbben, hogy kevesebbet vásárolok. Hogy alakultak a vásárlási szokásai? Ilyen termékeket egyébként, hogyha lennének a polcokon. Mivel az emberek meg vannak ijedve, ezért nyilván mindent felvásárolnak, gondolom én, ezért semmit nem lehet kapni, ami ilyen. Egyébként több mindent a piacon szoktunk vásárolni, mert sokkal jobb áron megkapjuk ezeket. Ott nincs korlátozás a piacon. Nincs korlátozás, viszont nyilván nekik nem kell annyit adózni utánuk, és saját maguknak teremtik meg, ezért ugye nyilván ők döntik el, hogy milyen áron adják ezeket a termékeket.
ugyanazokat a termékeket vásároljuk, mint ezelőtt, meg hát nyilván odafigyelünk mi is azokra az árakra, amik nyilván olcsóbbak, és mindenki azt veszi egyébként, ami sokkal olcsóbb. Csirkét nem szoktam boltból venni, hát a lisztcukor az igen, de mivel nem is lehet kapni, mióta ástoppos szinte kifogni, különösebben nem. Nem, hát a krumpli hagyma, hát azt meg kell venni. A piacokra nem vonatkozik az ástopp, de ez az a hely, ahol a leginkább lehet válogatni a termékből a fajtája, a minősége és az ára szerint. Mindig innen veszitek a tejet? Igen, innen veszünk. És miért? Azért, mert jó. Finom. Jó és olcsóbb, mint a bolti áron. Meg nem mindig kapunk hatósági áron tejet a boltba. Mi az, amit megvesztek a hatósági áras termékekből még esetleg? Most bejött kettő, újabb is volt eddig hat. Hát az újabbból nem igen. Cukrot, lisztet, olajat, ezeket vesszük meg. Viszont cukrot nem nagyon kapunk mindenütt. Legtöbbször nincs, amikor megyünk az üzletekbe. Ott vesszük, ahol kapunk. Többféle burgonyát kínálnak a piacon. Különbözőek az árak, a vásárolt mennyiség is számít. Láttunk Mozart elnevezésű francia burgonyát, de magyar fajtát, balatoni rózsát is. Az emberek szerint növekszik a kereslet. A burgonyát azt jobban keresik, mint a tojást. Talán azért, mert az hosszabb távon elraktározható, és a téli elálló krumplit keresik. De ez nem csak az utolsó egy hétre igaz, hanem mióta van ez az infláció és a háború, tehát ezzel is összefügg, nem csak az árakkal. A tojásnáma is érdekes, mert volt, aki megkérdezte, hogy milyen mennyiségi korlátozás van, mennyit vehet, ő most 50-et, 60-at szeretne, nálunk nincsen mennyiségi korlátozás, de sokan már megveszik, hogy igenis, ők már elteszik a tojást is karácsonyra. Hát, ami éppen mondjuk határeset, mert azt szoktuk mondani, hogy 30 nap a tojás szavatossága, nyilván tél van, hideg van, tehát ilyenkor eláll. Folyamatosan jönnek-mennek a vásárlók a piaci parkolóban kínált friss házi tojásért. Itt 85 forintba kerül egy darab, kivéve az XL-eset, az 93 forint. Itt mindig jó tojást szoktam kapni, úgyhogy én mindig ide járok. Tehát boltba nem is megy? Hát nem, nem sűrűn. Ennyi. Más termékeket, burgonya, csirkehús? Azt nem szoktam vásárolni, azt a nővérem szokott. Ezen a standon 300 forintért adják a burgonyát, miután a háziasszony szétnézett, a sorok között járva ebből válogat. Elég gyakran vásárolok tojás, krumplit, hagymát, ugye próbálunk a téli időszakra fölkészülni, és heti szinten azért, hát majdhogy nem negyedére csökken a vásárlásom. Ezeket a termékeket, amelyek hatósági árusok üzletekben, vagy piacon vásárolod, de szívesebben, illetve a kényszer mire visz rá, hogy megnézed el, hogy mondjuk melyik boltban olcsóbb, vagy a piacon olcsóbb éppen akár mondjuk egy csirkehús, hús, egy étolaj. Igen, természetesen megnézem, mint ahogy eddig is. Magyar terméket szeretünk vásárolni, ez a legfinomabb, leggazdaságosabb, és attól függetlenül, hogy fentebb vitték az árát, még mindig itt tartunk, hogy a piac az, ami a legjobban megéri, tehát itt a saját termelőinket támogatjuk azzal, hogy a legfrissebb és legfinomabb, mindegy, hogy hús, tojás vagy egyébről beszélünk, itt mindenképpen ezen a piacon vásárolunk. Ahol vásárolnék, nincs. Nyáron se kaptam cukrot, szóval nincs ebből semmi. Úgyhogy énnek nem sikerült vásárolnom, amikor szükség volt rá. Most nincs szükség, úgyhogy most nem vásárolok ilyen terméket. Csirkehúsfélét? Azt sem, azt a baromfi húsosnál veszem, mert az mindig friss, és egyébként is a csirkefarhátat imádtam, míg így egybe volt, és meg lehetett tölteni, nagyon finom kaja volt, most össze van darabolva ilyen, hiába 270, azt nem tudom megtölteni, úgyhogy ez az ár nem ár. Tojást és burgonyát? Azt meg nagy tételbe, zsákosan veszem. Ott a hídlábán a tojást meg kiadja a családi tyúk, úgyhogy azt azért nem. A vevők többnyire tehát az olcsó termékeket keresik. A multicégek üzlethálózatokat tartanak fenn, könnyebben tudják kompenzálni a veszteségeiket a hazai kicsiknél az ástoppot illetően is. Az egyik ilyen népszerű, forgalmas üzletből jött ki ez a hölgy.
És megérte megvenni a szupermarketből? Szerintem igen. Ez most nagyon jó árban van, a tojás és a krumpli is. A tojás az 1999 forint volt, a krumpli pedig olyan 1200 körül, 5 kiló. Mit szólsz egyébként az Ástophoz? Odafigyelsz erre? Más termékeknél is? Igen, minden terméknél odafigyelek, és megnézem azt is, hogy mikor melyik boltba érdemes elmenni. Ezért több helyre kell menni, hogy mindent beszerezzen az ember elérhető áron.